is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Ez a történet egy régi kis házban kezdődött, ahol élt egy ifjú fiú, akit Milánnak hívtak. No is the saddest experience you'll ever know. Nem voltak tehetősek, de mégis abban a kis házban több szeretetet lehetett érezni, mint bárhol máshol a világban. Ezekben az időkben a világ legnagyobb csoki gyárának a megalapítója egy versenyt hirdetett. Kedves embereknek szerte! Az én nevem Pocsi, és egy versenyt hirdetek. Négy gyermeket megengedem, hogy bejöjjenek a gyáromba, és megismerjenek engem. Természetesen körbe is vezetem őket. Négy darab aranybirítát helyeztem el általában gyártott csokoládéba. Ezeket a csokoládékat akármelyik boltba megvásárolhatjátok. Sok szerencsét szeretnék kívánni a versenyzőknek, és remélem mi arra találkozunk. Üdvözlettel, Pocsa. A világ minden táján egyre többen és többen találták meg ezeket a bilétákat. Egyiket a másik után, másikat az egyik után, míg végül már csak egy biléte maradt, ami elbújt a nagy közönség elől. Milán is próbálkozott, de sajnos nem járt sikerrel, míg nem egyik napon hazafelé tartva rá nem mosolygott a szerencse. Szaladt is haza a családjához elújságolni a hírt. Milán nagyapja, amikor meglátta a bilétát, egyből kikerekedtek a szemei, rögtön kiugott az ágyból, a többiek pedig értetlenkedve nézték ezt a reakciót. Miután eldöntötték, hogy a nagyapja menjen vele, közösen útra keredtek a csokoládégyárhoz és magához, Pocsához. Sziasztok, dobozosok! Én Pocsa vagyok. Na, gyertek, utánam körülözzetek, hogy nekem csak járom van. Gyertek!
elég ára. Hát ez jó nagy. Pedig még nem is láttam mindent. Na gyertek, körbevezetlek titeket, bent is. Na most te várunk a szülők felé, gyerünk befele. Várjál egy pillanat, mert meg kell néznem valamit. Na, Ari, de téged kiírtunk a forgatókönyvből. Szerbusz, örültem. Ez azért a tágasabb. Tudod, mi az még tágasabb? Ezt a füvet én termesztettem. Aztán ez nagyon fincs, nagyon jó amúgy, figyeljétek. Mézédes. Szerintem mi ezt kihagynám? Ezt még én sem ettem volna meg. Én igen. Nem tudjátok, miből maradtam. De akkor menjünk tovább. Hova megyünk? Igen. Soha. Szépen beszéltek egymással a gyerekek. Nincsenek itt a szülők, nem szabad nagy szájjal lenni, jó? Mit helyen? Valad csöndben inkább. Vagy ez folyjon ki. Wow! Ott a lúv. Sajnálom. Ez benne itt az én csoki vizetésem. És ez mind csoki? Igen, ez mind csoki. De most hagyjál öcskös. Sziasztok már egy kicsit! Váltjátok, emögöttük rajtom, hogy ott találhatom a csukugyáromnak a laborja. Innen indul minden. Lehetünk utána, most nyugodtok. Kb. Minden előállított. És itt tudom, abban az ajtóban legközelebb kérlek, mert elég drága volt, csokiból felépítenek egy tisztán. Az ott micsoda? Ha-hú, erről nem beszélünk. Szerintem azt ott érdekesebben fogjátok találni. Az rád nem magában. Háromfogásos ebéd, talán fogsz nagyon szerintem. Ebben tényleg lehet érezni az ízeket?
rendben, de most már ideje lesz kiköpni, mert ez csak egy teszt. Nem érzem magam valami jól. Szerintem menjél át az orvoshoz. Elég innen. Tűnik, gyertek velem, folytassuk az utunkat. És most megnyomom ezt a gombot. Pont a Galaxy Pop. Ez az egyik kedvenc filmem. You'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the night. Tamás bár. Hoppú. Jó lenne foglalkozni picit a kampányra, Tamás bár, nem? Milyen kampány?